Nagy tiszteletű püspök urak, országos felügyelő úr, miniszter úr, ünneplő gyülekezet, emlékszem az úr 2000. esztendejében, amikor a Magyarországi Evangélikusok Közössége a magyar kormánytól milleniumi zászlót kapott ajándékba. Az akkori miniszterelnök azt mondta itt ebben a templomban, az evangélikusok már akkor is polgárok voltak ebben a hazában, mikor mások még azt sem tudták, mifán terem a polgárság. Azért idézem fel ezt az eseményt, mert amikor a történelem, a kultúra, a tudománya, a közélet művelői vagy szereplői az egyházi közösségre, vagy éppen az egyházra, mint intézményre úgy tekintenek, mint az élet részére, nem a társadalom egy szeletére, hanem az élet részére, akkor általában ezt szokták kérdezni, ezt szokták méltatni, hogy mit köszönhetünk. Mit köszönhetünk a kereszténységnek, mit köszönhetünk a protestantizmusnak, ezen belül evangélikusoknak, reformátusoknak, mit köszönhet Magyarország, Európa, a világ az egyháznak, az egyházaknak. A történelem, a kultúra, a tudomány és a társadalom szempontjából. És így igaz, a magyarországi evangélikusoknak a polgári lét egy sajátos módját köszönhetjük. Szívesen kifejteném ezt részletesebben is, de a végén még majd olyanért dicsérem meg az evangélikusokat, amire nem is büszkék, azt meg nem említem majd, amit igazi értéknek tartanak saját magukban, úgyhogy meghagyom ezt inkább a történészeknek, mert hogy egyébként is így van ez, egyébként is gyanús és nem is helyén való, hogyha egy kormányzati ember, egy politikus dicsérő vagy bíráló szavakat használ egy egyházzal kapcsolatban, hiszen az egyháznak van egy sokkal szigorúbb és sokkal igazságosabb bírája, akinek az ítélete minden más ítéletet relativizál, legyen az akár elismerő, akár elmarasztaló. Mégis akkor mit mondhatunk mi, kormányzati szereplők, a kormányzat képviselői, akkor, ha azt látjuk, hogy van minek örülni egy egyháznak az életében, mit mondhatunk, ha annak örülünk, hogy a magyarországi evangélikusok értéket őrző, értéket teremtő és értéket továbbadó munkája egy újabb gyöngyszemmel gyarapodott. Elmondhatjuk szerényen vagy álszerényen, hogy ehhez mi is hozzájárultunk költségvetési forrásokkal, de hát az hozzátartozik a rutinhoz. De amikor azt látjuk, hogy olyan értékeket őriznek, teremtenek és adnak tovább, amelyek mások javát is szolgálják, azokét is, akik nem csak evangélikusok, akkor mégiscsak van valami jogunk megszólalni. És hát ahhoz mindig és mindenütt van az embernek joga, hogy megköszönje. Megköszönje azt, amit értéknek tart, és úgy gondolja, hogy ő is és mások is részesülnek belőle, úgyhogy én ma azért jöttem, hogy köszönetet mondjak. Köszönöm, köszönjük ezt az újabb gyöngyszemét annak a kultúrának, amiért az evangélikusok helytállnak több száz éve Magyarországon, a Kárpát-medencében, és köszönjük az együttműködést is. Köszönjük azt, hogy ezt számos területen, számos ponton, számos ügyben együtt tehetjük. Együtt tehetjük a kormány és az egyház, a kormány és az egyházak. Ennek eredménye ma az, hogy a gazdag múlt az részévé lehet a 21. századnak. Így is mondhatnánk, a gazdag múlt részévé lehet a modernitásnak. A keresztény gazdag múlt, a protestáns múlt és az evangélikus múlt nem csak a jelen, hanem a jövő része is. És ha arra gondolunk, és valóban ennek a templomnak, ennek a lelki központnak a helye, az mindig újra és újra jó értelemben provokálja azt, aki ide belép a városnak a forgatagából, vagy éppen a templom csöndjéből oda távozik, hogy milyen különös utat is jár be a kereszténység, és ezen belül a protestantizmus. Elindul a római birodalomnak a perifériájáról, és aztán történeti léptékkel nézve nagyon hamar oda kerül a középpontba. És aztán akkor a középkortól ez a rend, az a rend, hogy a templom az a település közepén van, a város közepén. És mégis, amikor az a megújulási mozgalom, amiért hálát adunk
A most kezdődő emlékévben elindul a protestantizmus, akkor a protestantizmus is a perifériáról indul. Valamikor ez a hely nem a város közepe volt, hanem a városnak a széle. A fejlődő, elinduló Pestnek és Budának tulajdonképpen egy másodrangú, vagy talán inkább harmadrangú helye. Volt a magyar evangélikusságnak egy kiemeltebb helye is ott fönn a várban, de a perifériából aztán mégiscsak középpont lett. Mégiscsak oda került, nem csak lokálisan, földrajzilag a város közepébe a protestantizmus, hanem az életünknek a közepébe is került. És ha a 20.-21. századot nézzük, akkor most meg mintha már megint kiszorulóban lenne. Helyileg ott maradunk, de hány olyan templomot ismerünk a város közepén, amelyik jó esetben koncertterem, vagy éppen bemutatóterem, kiállítótér, és mondjuk nem divatbemutatókat tartanak benne, vagy más célra használják nagy nyugat-európai protestáns központokban. Lehet, hogy lokálisan ott van még középen, de már az, ami tartalmilag is középponttá tette, az már kiszorulóban van. Az inzula luterána nem szorulhat ki az életünkből, mindazok a tanítások, amiket ez a tradíció hordoz. És minthogyha, ezt talán határozottan is mondhatom, hogy egészen biztosan így van, akik ezt az új lelkiségi központot, vagy a régi központot újjá tervezték, azok ezt tudják, mert hogy ez a mégiscsak aránylag zárt épülettöm, amit inzula luteránának hívnak, ezt a zárt épülettömböt megnyitották. Megnyitották azzal, hogy üzenetet adnak át, nem csak azoknak, akik ide bejönnek a templomba betérőknek, hanem mindenkinek, aki erre jár. Nem akarják maguknak megtartani az üzenetet. Aki üzen, és itt azokra az ablaktáblákra vagy spalettákra gondolok, nekem ez a legvonzóbb ma ebben a vállalkozásban, amelyeken írás van, amelyeken megjelenik az írás, az azt jelenti, hogy a magyar evangélikusok itt a Deák téren mondani akarnak valamit, mondani valójuk van, és ezzel a mondani valóval jelen akarnak lenni. A város közepén, az ország közepén, az életünknek a közepén. És mi más igénye lehetne egy keresztény közösségnek, amelyiknek az a sajátossága, hogy nem saját tagjainak az érdekvédelmére szerveződött, hanem arra, hogy mondjon, hogy adjon valamit másoknak, akik nincsenek bent, még nincsenek bent, mindenki potenciális jelölt arra, hogy bekerülhet ebbe a közösségbe. De hát mondhatnánk azt megint egy kicsit kritikusan, hogy ma mindenki jelen akar lenni. Ma mindenki azt hiszi, hogy neki mondani valója van, és erre ennek a mondani valónak a közlésére a médiumok legszélesebb skáláját tudja használni, pénzt és egyéb dolgokat nem kímélve ott akar lenni a világnak a színpadán, az életnek a közepén, és magához akarja vonzani a figyelmet, a befolyást, a támogatást, a szavazatot, a hatalmat, a népszerűséget, annyi mindent. Milyen esélye van? Milyen esélye van az egyházi közösség mondani valójának ott a világnak, a nyilvánosságnak a közepén? Nekünk is csak azok az eszközök adattak, nekünk keresztényeknek, amik másoknak, talán néha még egymás között is. Nem inkább ott van-e, és ez is egy szép közös, ha mondhatom ezt, evangélikus református tradíció, amit úgy hívnak, hogy colloquium fratres, a testvérek beszélgetése, a testvérek eszmecseréje. Mert hogy az is minősíti az üzenetet, hogy hogyan adjuk át, milyen módon, nem csak a stílusa, hanem az átadásnak a módja, hogy hogyan közvetítünk, hogy az üzenet az ne üzengetés legyen, hanem valóságos disputa, valóságos testvéri beszélgetés. És talán merhetem azt mondani, hogy mintha az evangélikusok Magyarországon ebben jobbak lennének, mint mások. Abban, hogy a köreikben meg tudják vitatni azt az üzenetet, amelyik bizony mindig vitára is kell, hogy serkentsen, és hogy vitára is méltó. Talán jobbak ebben, ugye reformátusoknál biztos jobbak ebben, azt állíthatom személyes tapasztalatokból, úgyhát valójában mi ezt kérhetjük, és most át kell mennem a másik oldalra,
mint a protestáns közösség tagja, ezt kérhetjük tőletek, kedves evangélikusok, hogy ne adjátok föl, hanem vonjatok be. Vonjatok be abba a vitakultúrába, amire olyan nagy szüksége van ma Magyarországnak, a magyar közéletnek, egyébként a magyar kulturális életnek, még talán a magyar tudományos életnek is, abba a vitakultúrába, amit próbálnak saját maguk között gyakorolni. Azt is mondhatnám, hogy bebocsátást kérünk, én magam is bebocsátást kérek ebbe a diskurzusba, hogyha Ferenc pápának sikerült bekerülni, akkor talán a többieknek sem reménytelen. Köszönöm, hogy meghallgattak.